a videó elkészültét. A Hypehoz támogatta. Sziasztok, én Patrik vagyok, és ez itt a HTML tutoriálom második része lesz. Ez egy rövidebb rész lesz, de ezt el fogom nektek mondani, hogy hogy kell még a háttért beszínezni, illetve képet berakni. Ezt elfelejtettem megmutatni nektek, de most megfogom. Rákerestek arra, hogy például HTML, háttérszín, színezés. Erre bármire rá tudtok így keresni, Google-n érdemesebb keresni. Most nem érdekel minket a Chrome, azt is, azt szoktam használni, csak most ezt. Most rákeresek, hogy megmutassam, hogy így tudjátok színezni. Elmagyarázom nektek, hogy hogy lehet. Itt van, hogy body. Azon belül be tudjátok azt is írni, hogy BG color egyenlő, két akosztrófjel, amit a shift és a ketteset tudtok csinálni. Beírhattok olyat is, hogy blue, illetve kódokat is beírtok. És akkor is működni fog. De akkor nézzük is, hogy hogy is működik ez a parancs. BG color, és akkor két egyenlő, mondom egyenlő, két akosztrófjel, és ide beleírjuk azt, hogy blue. Elmentem, és akkor meg fogom nyitni ezt az oldalt. És akkor most kék lett. De ha nem ilyet akartok, hanem light blue-t, azaz világos kéket, akkor így írjátok be. De ha ti külön akartok ilyen színt magatoknak kreálni, akkor beírjátok azt, hogy HTML, hogy is mindegy, color, kód, vagy valami ilyesmit beírtok, és akkor ki fogja adni ezt. Itt tudtok kreálni maguknak kódot, mondjuk milyen legyen, mondjuk ilyen kicsit zöldesebb és világos, nem, legyen kék, legyen ilyen. Ezt a kódot itt kimásoljátok, és akkor ide be kell írni ezt. És egy hashtaget is kell hozzáírni, amit az AltGr és X-el meg tudtok tenni. Ezt ide be kell másolni, elmenteni és frissítettek egyet, és már ilyen lesz a színe. Igen. Ennyit kell tudni a színezésről, és akkor most térjünk át arra, hogy hogy kell képet berakni a weboldalra. Beírjátok ezt, hogy background egyenlő két ilyen apostrofjel, és akkor kellene nekünk egy kép, amit le fogok tölteni most, aminek mondjuk legyen, hogy Liz chat, tudom, basszus, igen, képek, és akkor valami olyat kéne, mondjuk ez jó lesz. Csak ilyen, nem homályos. Képmentése másként, EPG-ként fogja lementeni képek, és akkor index képek, ezt le fogom menteni BG néven. És akkor itt a mappánkba belemegyünk, ahova lementettük ezt a képet. Ezt megfogjuk, át fogjuk helyezni abba a mappába, amelyikben van az index, vagy amire te nevezted weboldalad, vagy HTML.
kiterjesztési fájl. Oda be kell húznod, vagy nem fog ez működni. És akkor beírjátok azt, hogy bg.jpg a nevét és jpg. Ha minden jól megy, akkor most elméletileg be kéne hozni, és ezt meg is tette. Ja, így ezt így lehet megoldani. Ha nem működik ezzel, akkor próbáljátok meg azt, hogy PNG. Így nem fog nekem működni, mivel JPG kiterjesztési a file, ezért ja, nem fog működni. Úgyhogy maradunk a JPG-nél. Akkor eddig meg vagyunk. Ha szeretnétek még további videót, iratkozz fel, lájkold a videót és írd le a véleményed a faszom zenéjét. Elmensz, még, faszom belül, mindegy. Annyi a lényeg, hogy lájkold a videót, illetve írj kommentet, hogy mit szeretnétek még tudni. A következő videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok videót beilleszteni a weboldalra, illetve hogyan tudtok még képeket, stb. Hozzáadni, ami nem háttérkép. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor lájkold. Sziasztok!